Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt ezen az egynapos zen végén. Mielőtt bármi történne, recitáljuk el az OM Nam mantrát, az univerzum a maga tisztaságában mantráját hétszer. Oh. az egyik tanítvány jelenlétét. Elkapta, de szinte nem. Tulajdonképpen ennyi a gyakorlat. Helyes szituáció, helyes kapcsolat és helyes cselekvés. Hogyha tisztán látod a szituációt, akkor könnyű cselekedni. Ha elgondolkodtál, fejbevág a bot, hogyha nem szólnak neked előre. Ő már volt annyira rendes, hogy szólt erről, hogy oké, okay, visszadobhatom, 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 háromszor meg kellett. De ez az, amit gyakorolunk, hogy a tiszta, térszerű, tükörszerű tudat működjön rendesen. Tehát, hogyha repül felénk egy tégla, egy bot, egy gondolat, egy érzet, akkor még idejében lássuk meg annak az ívét, és vegyük észre, hogy van vele dolgunk, vagy nincs vele dolgunk. És ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha a tér, amiben létezünk, az minél tágasabb és minél tisztább. Hogyha az a tér, amit mi magunkénak érzünk, minél tágabb, minél tisztább. És akkor a működés egyszerű és világos. Ugye most tavasz van. Nyílnak a, kerten, a kertben a réti virágok, illetve nem a kertben, nem a réten nyílnak a réti virágok. Láttunk már egyetlen egy virágot is így erőlködni? Én nem. Ugyanakkor, mikor egy fa kivirágzik, ugye nem értem, hogy keleten például a cseresznyefa virágzás, az nagyon gyorsan jön, ja, nagyon gyorsan megy, de amikor van, akkor nem tudunk mit veled kezdeni, olyan szép. Ugye? Nem, egy, a nagy keleti bótiszatánk is mondta, hogy a rétek liliomaival annak a rétök egyetlen király öltözéke sem vetekedhet. És miért mondja ezt mindenki? Hát azért, mert az a pillanat, amikor ezt az ilyenséget észrevesszük, és ezt az ilyenséget befogadjuk, az a pillanattal nem tudunk mit kezdeni. Ti tudtok mit kezdeni? Az az első reakciónk, hogy elkezdünk beszélni róla. Hú, de szép ez a virág! Akkor ettől most akkor szebb a virág, vagy nem szebb a virág? Hú, de szerencsétlen az életem? Akkor ettől most akkor jobban érzem magam, vagy kevésbé érzem jól magam? A jelen pillanatok, a tiszta jelen pillanatok, azok néha a szépség által érnek el minket. És legtöbbször mégiscsak a fájdalomból tanulunk. Miért van ez? Miért van az, hogy nem egy rigó énekéből tanulunk, hanem egy tank dörrenéséből? Rigó éneke, géppuska ropogás. Azonos vagy különböző? Ha ide visszatérünk, akkor eredetileg nincs rigó ének, nincs géppuska ropogás, és a következő pillanatban megint énekelnek a madarak. Ahhoz, hogy észrevegyük azt a nem tudó pillanatot, amikor tényleg nyitottak vagyunk arra, ami van, ahhoz kénytelenek vagyunk legtöbbször eljönni egy helyre, amit kitaláltak erre, ezzel a célzattal, hogy egy picit figyeljünk, és egy picit arra figyeljünk, ami nem vetítés, nem előfeltételezés, nem vágy, nem elvárás, nem félelem, akkor mégis mi ez? Erre a nem tudomra figyeljünk és ezzel nem tudomra figyelünk, akkor minden pillanatban az ilyenség az végtelen dimenzióval tud beomlani. Mindannyian van, tehát ezek nagy szavaknak is tűnhetnek, de mindannyian tudjuk, hogy igenis van egy érzet, amikor abból, hogy egy ember hogy tartja a fejét, érezzük, hogy milyen a lelki állapota. Ez főleg, hogyha már régóta együtt vagyunk emberekkel. Egyszerűen megvan valamiért. De azt csak akkor tudjuk észre, hogy tényleg odafigyelünk rá. Hogyha tényleg nem szennyezi az érzékelésünket semmiféle olyan dolog, amit, amit mi hozunk létre. Tehát az ilyenséget látjuk. És ez az, amit, amit itt egy picit az egynapos alatt talán így megízlelhettetek. Talán. Azért mondom, hogy talán, mert a ti gyakorlatotok, én segítek amennyire tudok, de végső soron mégis a ti gyakorlatotok ez. És az, hogy itt vagytok, az azt jelenti, hogy mégiscsak láttatok benne valamiféle olyan értelmet, amiért érdemes ezt folytatni. Aztán persze, ha elég sokat csinálod, akkor eltűnik ez az értelem is. És eljönünk, hogy nem az az értelme, hogy értelme legyen, hanem az, hogy csináljuk. És ha elmondtam most két metaréteget az értelemre, azt is kénytelenek vagyunk szétzúzni ezzel. Ha túlsózzuk az ételt, akkor sós lesz. Három kanál cukortól a teja édes. Ezek okozatok, működések. Ugyanígy működik az életünk is, csak most már annyi só, annyi cukor, annyiféle íz, annyiféle ízvariáció és művileg létrehozott íz van, hogy el vagyunk tévedve. Ezért egy picit ezeket az ízeket megpróbáljuk itt letisztítani. És ha megpróbáljuk letisztítani az érzékelést, ugye például ez a bot, ez alapvetően nem tudom. De, hogyha már azt mondjuk rá, hogy ez egy fa darab, Ó, ott már, be, ó, akkor már tudjuk. Azt mondjuk, hogy Magyar ófa, ó, akkor még jobban tudjuk. De, hogyha elkezdünk a fára figyelni, hogy mi is az a fa, jó, lehet tüzet rakni belőle, lehet ütni bele, ennek a működése a különböző energiaszintek, különböző tudati állapotok szerint változhat. Olyannyira változhat, hogy egy ponton ugye van egy olyan rendszer a kínai a horoszkóp szerint, ahol van egy külön olyan kategória, hogy fa. Ami minden élet, minden nő, minden ami változik, minden amiben pesgés van, az fa. És az, hogy ezeket ilyen egyszerűen megér, megértsük, hogy fa, fém, levegő, víz, ugye a víznek is hányféle használatát ismerjük, de benne van egy ilyen mélyebb, szimbolikus ö, értelem is. És a mély szimbolikus értelmek azok a szimbólum, ugye az, ami összegyűjti a dolgokat. A szüm, mint szümfónia, az az együtthangzás. Szimbolikus, a diabolikus az pedig megosztja a dolgokat. Azokat dualitásukat hoz létre, az létrehozza a kettőt, felszabdalja. Ezek is benne vannak a nyelvben, ezeket is használjuk. De az, hogy Mennyire lesz szimbolikus az, amikor minden egyé válik? Már az első mozzanat, hogy ez egy bot, már ez is tapasztalatilag nagyon nehezen leírható, és át nem adható a tapasztalat, de mégis észlelhető. Akkor is, hogyha ez a pillanat a fejeden jön létre, vagy valahol máshol. De az, hogy ebből az ilyenségből, amihez a botnak tulajdonképpen semmi köze, tehát az, hogy ez a bot, hogyha itt van, akkor ez egy nem tudom. Ez még, ez még egy üresség. A kezembe veszem, itt már, itt már van egy döntésem, hogy ezzel ütök, vagy tüzet gyújtok, vagy valami esetleg beszélek róla. És az, hogy minél jobban felismerjük ezeket a döntési lehetőségeket, minél szabadabban tudjunk mozogni a térben, és pedig jó irányban, és a jó irány az azt jelenti, hogy lehetőleg minden érző lény javára, ahhoz van szükség egy kis gyakorlatra. És onnantól, hogy elkezdett gyakorolni, én mondhatok bármit, hogy fa, fém, levegő, tűz ilyen karma, olyan karma, amolyan karma, valamelyes segíthet, de ugye nem tudok helyetted élni. És ez, hogy egymás helyet nem tudunk élni, de mégis tudunk egymásnak segíteni, ez egy olyan fantasztikusan izgalmas paradoxon, hogy egyszerre vagyunk végtelenül egyedül, és egyszerre nem vagyunk egyáltalán. mint a virág, ami kinyílik tavasszal, aztán elhújtatja a szírmait, és tovább lesz, vagy lesz gyümölcs belőle, vagy nem lesz gyümölcs belőle. Általában több virág van, mint amennyi gyümölcs lesz, általában több gyümölcs lesz, mint amennyit felhasználunk, hogy megesznek a madarak, az emberek, általában több mag lesz, mint amennyi kikél. Ez minden fázisnak megvan a maga ideje, minden fázisnak megvan a maga ideális körülménye, és ha ezeket a körülményeket mi létre tudjuk hozni, akkor meg lesz ennek minden fázisnak meg lesz a gyümölcse is. Virákként ne akarjunk már gyümölcs lenni, gyümölcsként még várjunk egy kicsit azzal, hogy magokat hintsünk el, az tanítsunk. Hogyha már elhintettük a magokat, és megfelelő talajban, akkor meg legyen türelmünk kivárni azt, amik azok a magok kikelnek, és oda tudunk rájuk figyelni, hogy mi lesz ezután. Ezt az allegóriát csak azért mondtam el, mert a zen az nem az egyik pillanatról a másikra gyakorlat, ez inkább egy maraton, mondhatni. De a maraton is pillanatok egymás utáni jó irányban való sokaságából áll össze, tehát ami számít, az ez. Most láss tisztán, most haj tisztán, most teremts tiszta kapcsolatot, most cselek egy tisztán. Ennyi talán elég is bevezetőnek, hogyha bárkinek valamiféle kérdése van, akkor itt az ideje. Amikor a kislányom még óvodába járt, akkor kicsit félt, és mondtam neki, hogy ne félj csillagom, össze van kötve a szívünk egy aranyfonallal, ne félj, és akkor ez segített neki. És sokszor eszembe jut, amit Szungszánzen mester mondott, hogy ne függjünk. És én úgy érzem, hogy ha kinyitom a szívem valakinek, és bízok valakiben akkor össze vagyok kötve ezzel az emberrel, és függök ettől a szeretettől, úgy, mint a levegőtől, az ételtől, és szükségem van a szeretetre, hogy egészséges legyek. Hogy lehet szeretni egy embert függés nélkül? Ez a kérdésem. lehet -e? A függés és a kötés azonos vagy különböző. Mi határozza meg az, hogy te függsz vagy kötődsz? a függés az ellen nem tudsz semmit tenni, mert lételemed a függés. Nem kell a függést egy citokszóként értelmezni egyébként. Tehát igenis függünk egymástól, függünk a levegőtől, függünk az atmoszférától, függünk a víztől. Viszont a szeretet, hogy behoztad a képbe a szeretetet, ez sokszor egyfajta végcélként értelmezzük, de hát ez olyan, hogy tudsz valakinek vizet adni, ha neked nincs. Hát amit te megtehetsz, mint felelős ember, az, hogy saját energiaszintedet azt, azt, kicsit feltöltöd. És hogy akkor ebből szeretet lesz, mi a szeretet? Nem tudjuk, csak érezzük. Amikor valaki nagyon szeretetteljes, nagyon boldog, de a boldogság a másik, amit is szeretünk, hogy akkor én most boldog akarok lenni. A szeretet is egy eszköz, a boldogság is egy eszköz ahhoz, hogy megfelelőképpen működjünk. És hogyha ezt úgy szeretnénk begyűjteni, ezt a sok szeretetet, akkor a szeretetből énséget csinálunk. És ha énséget csinálunk, akkor az énségünk függni fog a szeretettől. És állandóan több kell, több kell, több kell hogyha megnézünk ilyen jelen, jelenleg ilyen, vannak ilyen valóságsók, hogy love is blind, és akkor ott, 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 nagyon szépen lejön ez, hogy építjük az illúziót, építjük, 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 egy fal van köztük, azt mondjuk, hogy nem számít nekem, hogy, hogy te hogy nézel ki, csak azt számít, hogy a lelked milyen, hát nem a lelkem milyen, hanem az jön ki, hogy milyen illúziót tudok belőled építeni, és akkor mennyit tudok utána belőled kisajtolni. És ez, hogy mennyit akarok belőled kisajtolni, ez az én állapotomtól függ, hogy az énségem mennyire van betéve egy ilyen nagyon limitált környezetben. Mert ugye, hogy ha a kislányodról beszéltél, hogy ha egy anyának, most ezt én mint férfi mondom, de azért, azért ezt, ezt úgy hiszem, hogy egy, egy anyánál, amikor van egy gyereke, ott érzi, hogy ez a gyerek, és ő az valahol egyek. Te ezt úgy írtad le, hogy egy aranyfonállal össze, mert ez egy szép, jó. Ez egy hasonlat. Az aranyfonat én nem láttam éppen, hogy hova vezet, de segít. Tehát minden, ami, ami ilyesmi, segíthet. De ez akkor jön létre, hogyha neked az énséged az elég nagy ahhoz, hogy benne még a gyerek elférjen. Az énséged elég nagy ahhoz, hogy befogadja a másik embert. És akkor tudsz együttérző lenni vele, akkor tudsz helyesen működni, mert nem mint ellenséget, nem mint kihasználandó valakit értelmezett, hanem hanem egy olyan ö, létezőt, ami benne van ugyanabban a térben, mint te, sőt, tulajdonképpen ugyanaz. És akkor ettől a pillanattól kezdve ugye, hogy a, a kötődést azt te ki tudod alakítani, tehát, Megtalálod azt a pillanatot, amikor a kötődésnek van helye, hogyha elég tiszta a tér, elég tiszta a tudatod, és megtalálod azt, hogy ezt a kötődést, ezt mikor kell oldani esetleg, amikor el kell engedni a gyereknek a kezét, hogy csináljon hülyeségeket, menjen el raftingolni, hegyet mászni vannak furcsa sorsok, amit egy anya ezt csak felismer, hogy ezt Müller Péter úgy mondta, hogy hát az édesanyja felismerte, hogy bármit csinál, a fiát el kell engedje a partizánnak, mert ez van. Tudja, hogy valószínűleg meg fogják ölni, de attól még nem teheti, nem, nem foghatja meg. És ez akkor lehetséges egy ekkora szeretet, egy ekkora elfogadás, hogyha ez a tér, amiben te benne vagy, jelen pillanatban anyaként mondtad ezt teret, az az, 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 elég nagy ahhoz, hogy helyet adjon egy, egy, másik, egy másik személynek. És hogyha ezt az anyai érzést mondjuk, ez, amit egy nő biztos, hogy jobban érez, hogy ki tud terjeszteni mondjuk minden létezőre, akkor már úgy valószínűleg kevésbé fogsz ugye, ártani az embereknek, kevésbé fogsz Nehezebben fogsz életet elvenni, nehezebben fogsz lopni, stb. stb. Még egy lábjegyzet ide a, a, az, hogy mennyire erős ez a, ez az anyai odaforduló együttérzés. Ugye látjuk, hogy a, a kis állatok, bármelyik állat, legyen az hína, legyen az patkány, legyen az bármi, amikor pici, akkor még valamiért úgy nehezebbé teszi a létezése által az, hogy megöljük. Tehát inkább együttérzést vált ki bármilyen kis állat, mert, mert ott még benne van egy ilyen, nem tudom, benne van egy ártatlanságszerűség, még nem bomlott ki a karmája, és ezt, hogyha, és hogyha meglátjuk ezt, és, ez, és ezt, a, ezt az érzést mondjuk egy picit meg tudjuk látni nagyobb létezők iránt is, akkor tudjuk, hogy miről van szó, amikor a fogadalmakat mondjuk. Megpróbáljuk betartani. És ez, ez az első pici amikor mindenkit megérint egy kisgyerek valamennyire. Mind, egy kis állat is mindenkit megérint valamennyire. Ez valóság. Ez nem, nem duma, nem egy uh, szájtépés, hogy ó, én hogy szeretem az embereket, a következő pillanatban pedig szépen uh, legyilkolászom őket, hanem tényleg van egy ilyen szint, ahol, ahol ezt érezni, ezt, a, ezt, a, ezt az odafordulást. És ezt, ezt érdemes családi szintről átvinni csoportszintre, és átvinni további szintekre, hogy hogy így működjünk. Harmadik lábjegyzet. Ugye gyereknél még azért vagyok ennyivel benne, mert kisgyerekem van nekem, és hogy ott még normálisan működnek az emberi értékek. Például a kisgyereknek, ha mód van rá, nem adunk szemetet enni. Tehát nagyon odafigyelünk, hogy egészséges legyen, amit adunk neki enni. Nagyon odafigyelnek az anyák egymás közt arra, hogy a kisgyereknek a ruháját, ha kinőtte, akkor adjuk oda egy másik anyukának hogy az is tudja használni. Örülünk, ha elviszik tőlünk, mert azt már mi elhasználtuk. Nagyobb emberek miért nem tudják ugyanezt megcsinálni, ezt a működést? Hogyha valami nem kell, akkor segítsük másokat. Tehát ez oda-vissza érvényes ez a, ez, a, ez a, mondás, ugye, hogyha nem lesztek gyerekek újból, akkor nem léphettek be Isten országába. És ez az újból, ez az, hogy ezt az ilyenséget, miután már rajta van a tapasztalat, ugye a tapasztalatokat, a, a, a szenvedést meghaladjuk egy ilyen ilyenség felé, ahol már benne van a másik, benne van a mindegyik. És akkor nem kell szeretetről tulajdonképpen beszélni. Mert a szeretetről beszélünk, az mindig egy kicsit gyanús. Mert akkor akarunk valami olyasmit, ami nincs. De hogyha szeretet teljesek vagyunk, az az elég magas az energiánk, akkor ezek működnek. Akkor madarat lehet velünk fogadni, akkor a szavunk könnyebben gördül, könnyebben kedves. Ha energiadúsak vagyunk, akkor simábban segítünk másoknak és akkor a másik ezt úgy fogja érezni, hogy szeretet. De ez tulajdonképpen csak egy odaforduló, stabil, helyes magatartás, aminek a tér tiszta, a kapcsolat tiszta, és a működés tiszta. Egyéb kérdés? Igen? Nemrég fedeztem fel, hogy hogy én is narcisztikus vagyok, és hogy uh, mi a vélem a narcizmusról? Náciz, Mielőtt ezt kimondtad volna, mintha egy picit elakadt volna a lélegzeted, valami, mintha ezt a narcizmust bármit is jelentsen, az felülbírálta volna, elítélte volna, melyik ítélte el melyiket, hány éned van. Mi fedezte fel azt, hogy te narcisztikus vagy? Ki fedezte fel? Nagyon fontos, hogy ne hozz létre. Nagyon szeretünk a fogalmakba egyébként belekapaszkodni, és azt gondoljuk, hogy most te azt mondtad, hogy narcizmus. És ha én azt mondom, hogy skizofrénia, nem rád, téved is ne essék. Csak szeretjük ez elintézni fogalmakkal és terminusokkal az ilyenséget, és beleveszünk ideákba, beleveszünk gondolatokba, és akkor nem történik semmi, csak max vitatkozunk nagyon okos posztokban a különböző felületeken, esetleg meggyűlölünk olyan embereket, akik addig nagyon közel álltak hozzánk, de most nem értenek egyet velünk, és akkor azért nem szeretjük. Nárcisz, ugye a narcizmus alapvetően egy olyan erős énség, ami nem tud kapcsolódni a külvilághoz, és az énség még vissza is fordul egy kicsit önmagára. Ugye Nárcisz, amikor, amikor önmagába bereszeretett, akkor, akkor belenézett egy forrásnak a tükrébe, és azt mondta, hogy állj, akkor a királyok, hogy ilyen nincs is a világon. Ezt a hétköznapokban úgy éljük, mint, mint egy erős önkép, ami nincsen összhangban az önvalóval. És ez az önképet nagyon szeretnénk egyrészt fenntartani, másrészt visszaigazolás nyerni másoktól, hogy az önkép ez valóságos. És akkor ezért szenvedünk és szenvedtetünk, és megpróbálunk átgyalogolni másokon azért, hogy az önkép amennyire csak lehet, ne sérüljön. Az, hogy te mennyire vagy narcisztikus, vagy mennyire vagy nem narcisztikus, azt én nem tudom. Az a működéset fogja megmutatni és nem is lehet ilyet ráhúzni valakire, hogy ő most narcisztikus. Egyik pillanatban lehet, hogy az vagy, másik pillanatban lehet, hogy nem. Az, hogy itt ülsz, és egy beszédet hallgatsz, és picit ilyen belső tusakodás után tetted fel ezt a kérdést, ez már elég kérdőjel nekem ahhoz, hogy ezt a narcizmustra legalább valamit tudsz valamit kezdeni de ne hoz létre se narcizmust, se nem narcizmust. Ne hoz létre három énséget, aki az egyik a másik a és felülből, hogy na, akkor most narcizmus voltam, vagy nem voltam narcizmus, akkor én voltam, nem, ez az igazi én volt, vagy nem az igazi, önmagam voltam, vagy akkor most kérdezte, mi kérdezte, borzasztóan be lehet ezekbe veszni, és azért gyakorolunk, hogy ezt az egészet úgy, ahogy van, elvágjuk. Visszatérünk ide. Nárcisztikus volt az ütés, vagy nem volt narcisztikus? Ne hozd létre narcizmust, csak működj helyesen most. És akkor lehet, hogy eddig az voltál, narcisztikus voltál, de hogyha most felismered a helyes a szituációt, a helyes cselekvést, akkor innentől már el tudod dönteni, hogy akarod-e ezt folytatni. Hogyha ránézel, és olyan kifutást látsz, aminek esetleg nem tetszik, akkor tudsz-e változtatni? Most, mert csak most tudsz rajta változtatni. Tehát, hogyha már felismered, ráláttál, onnantól fogva tulajdonképpen könnyű lenne a dolgod, de van dolgod. És ez fontos, hogy van dolgod. És hogyha már tudod a dolgodat, akkor tedd is, mert ha tudod a dolgot, tudod az irányt, és nem teszed, hát az az eltékozolt talentum, eltékozolt élet, és előbb-utóbb Megjelenik a tudatban, mint valami hiány. Tehát próbáld meg azt a gyakorlatot, amennyire lehet a hétköznapokba beletenni, és pillanatról pillanatra láss tisztán, haj tisztán, és cselekedj tisztán, de ne úgy, hogy te azt mondod, hogy én most tisztán cselekszem, hanem cselekedj, amennyire jelenlévőn tudsz annyira, mert úgyis úgy fogsz cselekedni. A fejön az, hogy narcizmus, nem narcizmus, az se baj. Engedd meg magadnak, hogy narcisztikus légy, amikor narcisztikus vagy, engedd meg magadnak azt is, hogy ezért elítélt magad, de utána ezt az engedd meg, és a magad ezt a kettőt ezt szépen hozd így össze. Ez maga ez a kis gesztus, ez fizikailag is eredményez egy olyan érzetet, hogy a szélsőségeket behoztam középre. Elvesztek a szélsőségek, megvan a tengely, megvan a középpont, és akkor abban a pillanatban, mikor meghajolok, akkor én, mint Marti Barna, legalább egy pillanatra tűnjek el. És akkor eltűnik az önkép, eltűnik a narcizmus, eltűnik a darma, mesteri mi volt, és akkor mi marad? Oda egy autó megy. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés? Hogyan tudom a, a helyzetet, a szituációt tisztán látni, vagy a tükröt tisztán látni? A gyakorlás csak elég, vagy csak a gyakorlás az elég? Mit szeretnél még a gyakorláson kívül? Nem tudom. Kemikáliákat? Nem. Hadsereget? Társakat? Bármit fel lehet használni ahhoz, hogy a tükrödet tisztítsd. Igen, a gyakorlat elég, de mi a gyakorlat? Van olyan, hogy nem gyakorlat? Mennyire tudod megszüntetni a lélegzetedet például? Tehát igen, a gyakorlat az azért van kitalálva, hogy ez akár elég is lehet, de hát másrészt a gyakorlatot azért találtuk ki, azért találták ki, vagy hozták le, vagy létre, vagy csiszolgatták, nevesztünk el a szavakban, mert megszülettünk. Ezt, hogy megszülettünk, ezt már nem tudjuk elkerülni, mert itt vagyunk. Azt, hogy meghalunk, azt sem tudjuk elkerülni, mert megszülettünk. De a kettő között, a születés és a halál között milyen utat járunk be, na ez ennek a fajta életnek itt testben a szabadsága, szépsége, szenvedése, felelőssége. Hogy mennyire tudjuk meghaladni azt, ami változik. Itt vagyunk egy olyan szituációban emberként, hogy folyamatos változás, folyamatos függés, ugyanakkor keresünk valamit, ami abszolút keresünk, valami, ami nem jön, nem megy, nem változik. És valahol legbelül van egy olyan érzet, hogy igen, ez megtapasztalható, elérhető. És végső soron ez minden életnek a kifutása, hogy elérni a felébredést és segíteni minden érző lénynek. Ezt, hogy hogyan hozott te létre, hogyan viszed végbe, az a te inkarnációd, a te karmád. De nem kell lehet se inkarnációban hinni, sem karmában hinni, nem kell hinni, tapasztalni kell. De a nagy hit, mi a nagy hit? A nagy hit az a nagy nem tudom. A nagy nem tudom, amiben van mégis egy irány. És hogyha ez megvan, akkor a gyakorlaton kívüli tetteid is megtelnek egy olyan gyakorló, nem tudó attitűddel, ami meg tud nyitott arra, hogy meghaladja azt, amit addig magáról, mint önkép gondol. És hát így tudod pillanatra-pillanatra a törekvést fenntartani, az energiát fenntartani, és hogy ez elég vagy nem elég, ez megint egy olyan abszolút terminus, amit mi mencsvárként kitalálunk. Hogy akkor ez most, ez most jó és örökké jó lesz. Ez kicsit tegyük rá a nem tudomot. Nem tudom, hogy jó-e teljesen mindig. Nem tudom. De mi, mi ez a nem tudom? És ez a mi ez benne van az életedben, akkor egy folyamatos odafordulás van, és egy folyamatos útonjárás van. És nagyon szeretünk megérkezést centrikusan gondolkodni, hogy akkor egyszer csak beérkezünk, és akkor mi van? és hogyha meg nem lehet soha vég, végletesen be, tehát végleg beérkezni, akkor hogyha? Csak egy picit kell logikusan gondolkozni, hogy akkor már nem ott vagyunk. És akkor már egy picit kell oda gondolkodni, hogy jó, majd egyszer eljutok a tiszta földre, vagy a mennyországba. Nem lehet, hogy ez pontosan az. Ezek szavak. Ezek gondolatok, ezek létrehozott illúziók. De ha elvágjuk az illúziónkat, akkor mi marad? Ülünk a teremben és beszélgetünk. Ez tiszta vagy nem tiszta? Most mondhatnám magamnak, hogy harmincat ütök magamra ezért a kérdésért. Csak csináljuk. Egyéb kérdés? Amikor meditálok, akkor van úgy, hogy a nyakam az, az nagyon beáll. És miután vége van a meditációnak, akkor úgy érzem, mint amikor az ember elalud, el, Vagyis amikor elaludtam a nyakam, úgy nagyon nem tudok mozgatni. Az, az vajon azt jelenteni, hogy nagyon ragaszkodom a formához? vagy ennek valami, vagy csak túl feszült vagyok? Hát, hogyha fáj a nyakad ülés után, akkor valószínűleg valahol a struktúrád az félre megy. És igen, ez lehet annak az eredménye, amit te mondtál, hogy túlságosan jól akarod csinálni, és túlságosan befeszülsz, és akkor túlságosan alvás közben mondjuk nem tudom, hogy, hogy, lehet befeszülni, ott inkább egy rossz, rossz pozíciót foglalunk el de ülő gyakorlat közben, hogy ez a pozíció, ez tudatos. Ugye itt kezdődik a gyakorlat, hogy legalább figyeljünk arra, hogy a testünk ugye hogy van. Nézzünk ott az a szép térdünk, derekunk, fenekünk, melkasunk, lapockáink, kezünk, állunk, fejünk teteje, és ezt elmondjuk szépen instrukcióban, hogy hogy ülj, de hát mégsem tudjuk ezt pillanatról pillanatra mi ellenőrizni. Hát nem lehet egy minden ülő mellé egy közlekedési rendőrt állítani, hogy akkor most akkor ütögesse. Olyan is van, de nálunk nem ez van. És akkor, hogyha mondjuk te túlságosan igyekszelni, akkor nem veszed észre, hogy fecsérled mondjuk az energiát arra, hogy te mondjuk, azt mondták, hogy a, nem megy előre a nyak, tehát hogyha nem megy előre, ez a nem, ez akkor inkább akkor hátra megy, mint ahogy olyanra is hajlamosak vagyunk, hogy Annyira egyenesen tartjuk a gerincet, hogy már homorítunk. És akkor meg azért fog fájni a hátunk. Ugye az elme nem ismeri azt a szót, hogy nem. Bármilyen, amit azt mondjuk, hogy ne csináljuk, akkor azt csinálni fog, tehát ez megjelent a térben. És hát erre érdemes odafigyelni, hogy hogy mennyire tudunk ugye hatékonyan ülni, hogy mennyire hatékony a működésünk. Ez a hétköznapokban is úgy csapódik le, hogy, hogy sokszor, ha azt mondjuk, hogy na most oda akarok figyelni, akkor úgy figyelek oda, hogy mindent csinálok, hogy úgy tegyek, mintha figyelnék. Összeszorul a szám, megfeszül a testem, de közben nem figyelek, hanem csak megfeszítem a testem, és összeszorul a szám. Tehát a feszült, úgy mondják, hogy feszült figyelem. Annyira figyel, hogy. Uh, sőt, még oda hajolok, mintha az a két hogy jobban látnék, és akkor uh, elfecsérelek egy csomó energiát. A gyakorlat között pedig pontosan ezt gyakoroljuk, hogy egyensúly legyen, és hatékonyság legyen, és akkor az összpontosítás, hogyha van egyensúly tudatilag, van egyensúly testileg, akkor az összpontosítás az könnyebb. És oda tudjuk irányítani az energiát, ahova akarjuk. Neked kijött egy ilyen testi ízé, hogy a nyakad néha beáll, hát ezt ért tetten még akkor, amikor még nincs beállva. Tehát mikor érzed, hogy egy picit úgy van, akkor lehet, hogy a párnán kell egy picit igazítani, hogy jobban alátámaszd a csipődet ahhoz, hogy, hogy a nyakad egyenesebb, vagy a gerinced egyenesebb legyen. Lehet, hogy picit baloldalról, kicsit erről, vagy arról. Nem tudom, ezt ugye ilyen szinten mindenki szabad kezet kap, hogy egy picit így sufnizza a saját ülését, de ezt te érzed, hogy mennyire tudod helyretenni, viszont az, hogy már észrevetted, ez már lehetőséget ad legalább rá. Tehát csiszold az ülésmódodat, csináld újra, meg újra, meg újra, arról, azzal, hogy beszélgetsz róla, biztos, hogy nem fog semmi ö, helyre kerülni, de hogyha gyakorolsz, hogyha folyamatosan próbálod ezt egyensúlyba hozni, akkor valószínűleg ez hosszú távon javulni fog. És akkor nem a nyakadád, hanem egy térded, vagy valami egyéb, és akkor majd azzal törődsz. Használd fel ezt a gyakorlatot, használd fel a testtudatosságot, használd fel ahhoz, hogy, 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 még jobban tudj ülni, és az, hogy az az ülő gyakorlat utána az mennyit segít abban, hogy bármit csinál, azt meg majd te tudod. Én remélem, hogy az ülőgyakorlat, a leborulás, az éneklés, ezen a kis egynapos gyakorlaton mindenkinek valamelyest felfette a gyakorlat lényegét és működését. Kívánom, hogy ez a működés, ez jelenjen meg a mindennapotokban, minden érzőlény javára érjük el a felébredést, és segítsünk minden érzőlénynek elérni a felébredést. Köszönöm szépen!